Sziasztok, kedves nézőim! Eljött a Shadow Warrior folytatása, a harmadik chapter, haha! És mint látható, hát tele vagyunk megint amóval, úgyhogy jó lesz ez a kis összeröffenés, és meg is van az első úriember, akivel hát végezhetünk. Jaj! Hát ez még élt, szegényke. Na, hát változatosság kedvéért kapunk megint egy csomó amót, úgyhogy... Én kicsit azt mondom, hogy ez a játék, ez kb. Egy Sirius szemnek egy ilyen tovább gondolt változata. Na, nézzük, mi fog ránk itt várni, azt mondja, valami hörgés, jó. És ott jönnek a fiúkák, ez az, egy, kettő. Az a gáz, hogy golyóból sok kell beléjük. Rengeteg. Hányan vannak már ezek? És még ilyen bokfenceket is veretnek, Na, jó, az elejével meg is vagyunk, azt mondja, mögöttünk sehol senki. Ott kúszik, jó van. És már megint ezek a távolsági démonok, istenem. Miért kellenek ezek ide? Na jó, kard az hatásosabb ezek ellen. Azt mondja, ez, jó van, ne felsém, rátok, robbantom a világ mindenséget, jó van. Na. Ennyi szantás, még ennyi szantás. Jó van, ennek biztos fájt. Azt a kurva eget, mi folyik itt, kérem? Hát vér. Na. És még mindig itt van. Hogy ezek sose adják fel? Na, jó van. Sikerült, jó van. Királyság. Na, hova is kell menni? Azt mondja... Igen, lőszer az mindig kell. Tök jó ez a pálya, és nem tudom, nekem ez nagyon bejön ez a játék. Hello? Aha. Jó, értem én. Egy szerencse süti. Tizet oltani moslék is jó. Csodálatos, jó. Azt mondja... Már megint mi a túró folyik itt. Megint egy ilyen elzáró akármicsoda kapu mágus valami cucc. Azt mondja, hogy is kell ezeket szétverhelni, nem olyan egyszerű. Azt mondja nem. És igen, bingo, jó van. Sikerült kinyitnunk a kaput. Legalábbis valamilyen kaput. Majd már csak azt a kaput kéne megkeresni. Na fiúkák. Tudtam én, hogy elő fogtok bukkanni. Csak az a kérdés merről. Ott jön egy. Mögöttem is hallok rendszeresen ilyen izéket. Vagy a fülesem rossz? Nem tudom. Na, ez mondja egy áldozat. Még egy áldozat, ez már most be van dühödve. Jó van. Már megint vannak ilyen távolsági túrók is. Na hát. Vagy nem? Nem. Akkor mi volt az a robbanás? Isten. Na, és most törnek elő a csatornából. Ezért, értem én már. Nyázták, bitang. Kutyafittyák. Azt a kúva ege. Hát ne buffencezzél már. Na. Egy. Kettő. Ott repült a karja, láttátok, de jó. Na, ott az ajtó előttünk, azt mondja, valami muníció azért csak kéne. Biztos van itt valami kecóba, azt mondja pénz, arra nagyon nincs szükség, kájha. És itt van a muníció, jó van. Változatosság kedvéért itt is, baby, bár minden ilyen könnyen menne. Na és akkor, mit tartok a számunkra a játék? Töltési ponton túl. Már megint bambusz erdő. Ott egy kocsi lezúgott. Jó van. Na, azt mondja, hogy itt vagyunk a csatornába, és... partiznak a démonok, jó van. Már itt valami szárnyas jószágok is lesznek, nagyon jó. Na, jöttek innen! Ne, félni fogok! De szépet püffent, jó van. Rengeteg kell ebből a izé, egy tár az nem is elég egy démonba. Vagy én vagyok túl pazalló? Nem tudom. Már megint itt vannak a kedvenc jószágaim. Egy innen. Jó van. Ez is. Nincs is jobb, mint a Julienre szeretett démon. Nagyon jó.
Azt a kurva eget, hát mi mészállás van ebben a játékban? Mi van? Az csak 3 csillag? Meg tök perfekt voltam. Na. Ezt mondja. Ó, már megint itt jönnek a démonok. Na, és a föld alól másznak elő. Jaj, már olyanok ezek. Jó van gyerekek, ez az, játék csak rám, bírom ezt a craftot, hú. Szegény, biztos fájt neki. Na, te meg ne dühödjél be? Nem szeretem a dühös démonokat. Azt mondja? Ó, ott vannak még ilyen izé, távoli motyók. Őt egy kicsit meglőjük, nézzük meg azt a kocsit, ha meglőjük, mi történik. Oj, elrobban, nagyon jó! Sikerült elintézni a fickókat, áj, de... Ó, és már megint jön egy adag a csatornából. Azaz, gyere, gyere, gyere. Új, de szép volt bele, arccal belement a sortűzbe. Tiszta, mint a párizsi merénylők. Na de. Új, csatorna. Imádom a labirintust. Na, azt mondja, nem erre kell menni. Azt mondja, erre sem kell, arra sem. Arról jöttem, akkor hát erre kell menni, ha már a hörgésből rájövök, haha. Egység, ezek hogy léteznek ezek a víz alatt? Azt mondja, nem arra. Ah, ott egy nyíl, akkor csak erre kell menni. Ah, ott az ajtó, nem nyílik. Mi van? Hát miért nem nyílik? Ah, még ki kell nyílni egy jószágot, áj! Hát ez meg volt. Na, most már nyílik? Ah, micsoda rafkós ötlet. Meg kell ölni mindenkit, különben nem mész sehova. Humánus játék. Na, azt mondja, hogy... Sejtelmezzene. Ó, hol a faszba vagyok? Napoznak a démonok, na hát. Hát, ezek hamar megpusztultak. Új, de fájhatott el is, azt a kúvajagat, egy tűzi játék is van, mi a manó? Ah, kicsit visszavonulót fújtam, már nem árt néha így összeszedni magunkat. Ah, és már megint jönnek itt felettem ezek a izék, okányok. Aj, és akkor itt kell őket aprítani. Ez az, te mit köpködsz is? Ne köpködjél. Na már az is bedühödött. Ah, ott egy áldozat. Jó van, ezzel végeztünk. Ez a dühössel kéne, mert ez ilyenkor jobban sebez. Na, na, aj, hát ezt egy kicsit megaprítottuk. Lángol a házam, felgyújtották a kecómat, a kúvanyátokat. Amit műveltetek itt, ja, hosszú évek kitartó munkája. És most mind a lángok partalék, nem baj, legalább a cseresznyefát meghagyták. Ez az, azt a kú! Hát ez valami isten ez a játék. Aj. Ja. De miért válik minden démon négeré, hogyha dühös lesz? Azt sose értem. Ah, csak 2,5 shuriken. Jó van. Ah. A nyulak azok még mindig formában vannak, úgy látom. Na, 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 ó, még egy kis pénz. Hát ez mindig jól jön. Jó dolog a menázsi. Ó. Oh. Tiszta, mint a Fallout 3-ba. Mi a manó? Ó, oh, ó. Oh. Milyen kis hangulatos izé, kis ballangom van. Ó, oh, és már megint így jönnek a démonok. Adjatok már egy innen. Wow, ez a kapásból lefejeztük. Oj, oh, szecska. Jó, vagy jók lesznek ti is majd a komposztálóban. Ez az. Na ez az, ez már 4 shuriken volt. Amúgy nem tudom ezt, hogy lehet túlszárnyalni. Na, ah, szeretek játékgépezni, úgy látszik. Na hát, milyen kis hangulatos zene. Ó, oh, és látom magam a tükörbe, ezt nem vagyok Gordon Freeman. Le akarom nyírni a hajamat. Hát végülis itt a világ vége közepén a hajnyírás ez a megfelelő cselekedetek egyike. Hát nehogy a tetvek, gondolom úton már nem nagyon fog mosakodni vagy ilyesmi, és akkor ez így nem fog vakaró.
Áj, nem is kell az a haj, fúj, minek. Tök szexi a kopasz jakuzák. Vagy mi ez? Az. Megvan jacuzzim is. Á, jó ment a srácnak. Szőnyeg, igen, az is van. Ó, és van valami különleges peckó fegyverem, ami a szamuráj kardok között kicsit úgy egy érdekesen vegyült el. Robin Hood. Mi a vadó? Hú, öcsém, hát ez a démon se ízelte sokat a kezét, hogy ne ízesz ki, te jó Isten. Meg miért vannak rajta ilyen mindenféle összevart zsákfoltok? Sose fogom én ezt érteni. Ú, de elátkozott lélek lehetsz, haver. Hát igen, fideszes voltam annó. Na hát, micsoda rejtelmek. Na, jó van, már haladjuk, már ez ilyen kicsit uncsi lenni. Aha, csúnya gonosz démon vagy, na, eredj innen. Ez az, na, végre. Ott villog az ajtó, kéne valami. Ah, töltény, tudtam én, hogy rejtegetek egy kis tartalékot ide haza. Na, azt hiszem egy elég lesz. Ó, itt is itt a cseresznye fám. Ó, de kis kultúrád. Naj, hülye démon, menj innen. Na, hát megdöglött, jó van. Na, én nem tudok ugrani, ugorjá. Majdnem leugrottam. Minigán, ez az, jönnek a démonok. Ó, ezt a kúveget, oj, pusztuljál el, de senki házi, jó. Valaki sebez engem. És mögöttem ráadásul, mi a manó? De nem is gondoltam volna, hogy a rejtett bunkerem bejáratához egy minigát fogok telepíteni. De hát, ezzel most lesz egy kis kihívás. Na, minigán kell. Menjetek innen, hülye démonok, kúvanyátokat. Ez az, gyerünk. Felegjetek lefele szépen, terjed a vadár influenza, ez az. Hú, az anyját. Hát, ezek nem sokat deketóriáztak. Ezt mondja, oj! Gyengusz jószág ez a démon. Ezt mondja. Azt észrevettétek, hogy mindegyik ugyanonnan repül alá? Hát ez így nem nehéz így likvidálni őket. Na, mondom én. Egy jót! Leamortizáltam egy kisebb hadsereget, az kész, ennyi. 78 HP-ra húztak le. Öcsém, azt még bunkerem is van. Van lóvé. Még egy kis amó. Nos, hölgyeim és uraim, ez volt a Shadow Warrior harmadik chapterének az végigjátszás. Arra remélem tetszett ez a rövidke kis epizód, amivel is szolgáltam nektek. Hát ez a démon, ez még mindig nagyon érdekesen fest. És miért füstöl? Nem tudom, érdekes. De már van valami hacukánk is. Ez nagyon jó lesz valamire. Tiszta Batman vagyok. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer a megtekintéseket. Találkozunk egy újabb epizódban. Sziasztok!